és ez alkalommal október 16-tól elindítottunk egy rendezvénysorozatot. A mai alkalom az utolsó, a záró tulajdonképpen, és ebben az időszakban, ebben a mai három hónapos időszakban rengeteg rendezvényünk volt, rengeteg hangversenyünk volt, több művészeti csoportunk bemutatkozott. A mai alkalommal a tánc művészet fognak bemutatkozni, hiszen nálunk balett táncművészet is van, aztán néptánc és modern tánc. Ez a három szak fog most önök elé lépni nem sokára, és egy hatalmas produkció. Én gondolom, hogy néztem a történelembe visszamenve, hogy nem nagyon volt olyan, hogy 150-en dolgoznak ebben a produkcióban, ebből kb. 120 gyerek, és 30 a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, akik élőzenével kísérik ezeket a produkciókat. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy az intézményünket felkarolják, és nagyon sokan segítik. Ugye Dunakeszi tankeretéhez tartozunk, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm tankeret igazgatóurat és Egy László, aki itt van közöttünk, és megtisztelte az előadásunkat. Tankeret minden megtesz azért, hogy az intézményünk, ez a különleges intézmény, hiszen négy művészeti águnk van, a zene, a színművészet, a képzőművészet és természetesen a mai este, akik bemutatkoznak, a táncművészet, hogy nagyon jól tudjuk dolgozni, a feltételeink meglegyenek, hiszen nem csak most már irányítják az életünket, hanem működtetik is, a működtetés is hozzájuk tartozik, és igen, nem könnyű dolog ennyi szakot ellátni mindennel, mert akkor tudunk igazán jól dolgozni. És ehhez nagyon sokan hozzá is társulnak még, hiszen Dunakeszi város önkormányzata hatalmas lendülettel és segítséggel áll mindig mellettünk, akiknek már nem feladata tulajdonképpen, de nagyon jó érzés, hogy minden pillanatban ott vannak mellettünk, és kérdezik, hogy miben tudnak segíteni, de ha nem kérdezik, akkor adják saját maguktól is a támogatást, és ez nagyon, nagyon jó dolog intézményünknek. A Német Nemzeti Önkormányzat is támogat minket, Mervald Anna, dr. Mervald Anna, ennek azt szeretettel köszöntöm. És vannak olyan patronusok is, mint a Rotary Club, ott említhetjük, vagy a Művelődési Ház Csoma Attila igazgatóval folyamatosan támogat minket. És vannak egyéni támogatóik is, mint Kálai Gyula úr, aki itt ül körünkben, és nem csak, hogy az intézményünket segítette zongorákkal, hanem a többi intézmény, többi iskolát is, ahol nekünk kihezett tagozataink vannak, illetve a Művelődési Házban található zongorát is ő vásárolta. És sorolhatnám még nagyon, nagyon sok támogatónkat, hiszen az előző előadás előtt is épp hangszereket adtunk át. Az egyik hangszerkereskedő cégnek a képviselője itt volt, és ajándékba karácsonyra hangszereket kaptunk. Nagyon fontos, hogy a gyerekek megfelelő körülmények között és feltételekkel dolgozzanak. Köszönöm a szülőknek is, hogy mögöttük állnak és segítik abban a produkcióban, amihez hozzáfogtak, vagy azon a szakon, amit éppen művelnek, mert ugye ez kitartás kell, szorgalom kell, nyilván tehetség is, mert különben nem megy, mögöttük kell állni, fontos a háttér. Én azt kívánom önöknek, hogy érezzék nagyon jól magukat, és a karácsony közelettével kívánom mindenkinek áldott karácsonyt. Köszönöm.